Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Jele Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Márciusban nagy volumenű programsorozattal készül a Babits Mihály Kulturális Központ. Kezdetét vette a 40 napos nagyböjt. 29 évvel ezelőtt rendeztek először angol nyelvű műfordító versenyt a Szekszádi első Béla gimnáziumban. Kihirdették a Szekszád mindenkor fotópályázat eredményeit. Idén február 22-ére esik hamvazó szerda, a húsvét előtti nagyböjt kezdete. Utóbbi szabályait az egyház mára enyhítette, csak hamvazó szerdára és nagypéntekre ír elő szigorú előírásokat. A 18 és 60 év közötti hívek csak háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól. Emellett különféle néphiedelmek is fűződnek az időszakhoz, például alkalmat adhat a haragosoknak a kibékülésre. Véget ért a farsangi szezon. Ennek lezárása 2023-ban február 21-ére esett. Ez a nap húshagyó kedd napja volt, amikor is utoljára ehetnek húst azok, akik részt vesznek a katolikus egyház 40 napos böjtjén, mely a megtisztulásról, a bűnbánatról és az áldozatvállalásról szól. Utóbbi hamvazó szerdával kezdődik idén, február 22-én. A nagyböjt kezdete valóban hamvazó szerda, hiszen ebben a szentmisében áldják meg azt a hamut, amit előző évben virágvasárnap barkákat, pálmaágakat megszentelt az egyház. Ezt a székelyek pimpónak nevezték a barkaágakat, és ezt elégetik, kiszitálják a hamut, ezt áldja meg az egyház, és a bűnbánat jeléül a híveknek a homlokára ezzel a hamuval egy keresztet rajzolnak, vagy pedig meghintik az emberek fejét egy kis hamuval. Ez az ószövetségi zsidó szokás volt, hogy amikor a zsidók bűnbánatot tartottak, akkor megszaggatták a ruhájuknak a szegélyét, és a bűnbánat jeléül hamuba ültek, hogy a bőtölésüknek, a bűnbánatuknak adják meg a külső jelét. Na most az egyház ezt a hamvazás szentelményét így átvette, és a nagybőjt kezdetén mi is bűnbánat jeléül hintjük meg a népeket hamuval, mondván, hogy porból lettél és porrá leszel, vagy pedig egy másik szöveget is használ az egyház, téri meg. A nagybőjtnek bibliai eredete van, miszerint Jézus is 40 napig volt kint a pusztában, és ő is megkísértetett. Mi is életünk bármely területén megkísértetünk. A nagybőjt az Jézus Krisztus kínszenvedésének és halálának is az emlékezete. És általában péntekenként tartunk bőjtöt, és a templomba keresztúti ájtatosságokat tartanak. Jézus 14 stációjának szenvedésének állomását imádkozz el az egyház. Ez egy kis szertartás, énekelve, imádkozva Jézus kínszenvedésére emlékezünk. A bőjt az fontos, hiszen az embert önfegyelemre próbálja nevelni, hogy uralkodjunk az ösztöneinken, az érzelmi világunkon, és egy kicsit hogy bűnbánatot gyakoroljunk. A bőjtnek ez a jelentősége, hogy meghozza az ember szívében a bűnbánatot. Mindig egy tisztulási idő volt, egy testi szellemi tisztulási idő, ez a 40 nap, hogy felkészüljünk a húsvétra, a feltámadásra. Bőjtölni többféleképpen lehet. Régebben a bőjtnek a legegyszerűbb formája, hogy a régiek, még az öregjeink megtartották a szerdát is, ezt kántor bőjtnek nevezték, de az újkor kereszténysége a péntekeken bőjtöl, és jelentette ez a pénteki hústilalmat, háromszori étkezést, egyszeri jól lakást. De a bőjtnek abban a modern világban már annyi módja van, felkeresem, akit nem látogattam meg, megbocsátok annak, aki
haragos, ez is egy belső munka. A bőjt nem más, mint az én áldozatom, hogy meghozom egy nagyobb jó érdekébe az áldozatot. És bizony ez sokszor munka, lemondás, és ez azért az embert lelkileg is növeli, és kialakít benne egy nemes lelkűséget is. És a bőjtnek sokféle módja van, nem internetezek, hanem fogok, elolvasok egy lelki könyvet a nagy bőjt idején, vagy elmegyek könyvtárba, vagy nagyon sok módja van. A szemnek a bőtje, hogy nem nézek olyan dolgokat, hanem inkább jó cselekedeteket próbálok tenni, bevásárlok egy idős nyugdíjasnak, vagy öreg anyámhoz elmegyek egy héten kétszer, és meglátogatom, meghallgatom őt. Bőjt néha-néha egymással foglalkozni, emberi kapcsolatainkat újra éleszteni, és meg egyszerűen figyelni nem csak önmagunkra, hanem másokra is. Ha valaki vegetáriánus, annak nem bőjt, hogy nem eszik húst. De viszont az, hogy nem beszéli ki a másikat, az bőjt lehet. Az jó cselekedetre indíthat engem, vagy bárkit. És sok formája van a bőjtnek. Ehhez az időszakhoz különböző népszokások is kapcsolódnak, mondja Farkas István Gergő, a Bonyhádi Völgységi Múzeum igazgatója. A nagybőjti időszak a különféle tájegységeken különböző mértékben kerül megünneplésre. Itt ugye alapvetően egyházi és laikus elemek keverednek. Ugye a hamvazás szertartása alapvetően a templomhoz kötött a tavalyi barkának a hamvából, a pap keresztet rajzol mindenkinek a homlokára, ezáltal ugye az elmúlásra, illetve a katekumenátusra emlékezteti a hívőket, de sok helyen, faluhelyen, még a völgységben is voltak ilyen laikus hamvazások is, ahol az emberek egymást, általában a fiúk, a lányokat hamvazták meg, és itt ugye a keresztény kultúrkör kapcsolódik össze egy kereszténység előtti, egy kicsit ilyen termékenységi szokásokra visszamenő népszokásokkal. És a nagybőjti időszakhoz kapcsolódnak különféle szokások. Ugye labdázás, csutizásnak hívták ezt, vagy csöntörőzésnek a Dunántúlon. Itt a völgységben elsősorban a katolikus németség az, aki a legtöbb bőjti szokással rendelkezik. Rengeteg népszokás van, amit a különféle etnikumok vagy különféle népcsoportok különféleképpen ünnepeltek meg. Itt ugye a bőjti időszak egyben a tavasszal, a tavaszvárással is összekapcsolódik. Tehát a bőjt, a hústól való tartózkodás az nem zárta ki a különféle táncos vagy párkereső jellegű összejöveteleket, ami egy ilyen érdekes kettősség, hogy ugye a karneváli szezon véget ért, de ugyanakkor bizonyos közös játékok, közös mondókák, liturgikus alapokon nyugvó énekek, azok a bőjti időszakban is elég elterjedtek voltak. Ugye manapság már a bőjtre emlékezünk a legtöbben, hogy a hústól tartózkodni kell. Ugye jelenleg két szigorú bőjtnap van, emellett általában szerdán és pénteken szoktak tartózkodni a hústól. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából 5 napos programsorozattal készül a Babits Mihály Kulturális Központ. Március 11-e és 16-a között egyebek mellett korhű csatajátékra invitálják az érdeklődőket a Prométheus Parkban, és zenés estel is készülnek a szervezők. Továbbá a korabeli Pilvax kávéház hangulatát is visszahozzák az intézmény falai közé. 2023-ban két jeles jubileumot is ünneplünk hazánkban, Petőfi Sándor születésének 200. és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulóját. Ezek kapcsán a Babits Mihály Kulturális Központ egy több napos programsorozattal készül március 11-e és 16-a között. Március 14-én Rékasi Károly kiváló színművész előadását hallhatjuk a 48-as eseményekről. A Kultúrkortyok Szabad Egyetem keretében az ELTE docensének előadásában történelmi eseményekről is, olyan háttérinformációkról is hallhatunk, amely azért a történelem órán nem mindig hangzik el.
és hát kórhű kávéházi hangulattal, gyermekjátszóval, jelmezes beöltözési lehetőségekkel mind-mind azt gondolom sok érdekes pillanatot tudunk ide varázsolni. Az idei nemzeti ünnepünk napján a Baka István Általános Iskola is egy különleges programmal készül a Béla Király téren 15-én délelőtt, és 11-től 16-áig én azt gondolom érdemes már most követni a honlapunkat, és minden részletes információt ott megtalálhatnak. Március 11-én egyedülálló műsorral készül a központ, ugyanis a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetséggel korhű csatajátékra invitálják az érdeklődőket a Prométheusz Parkba. Berlinger Gábor, a szervezet alelnöke elmondta, a rendezvény egyik fő célja a történelmi emlékezet mellett a hazaszeretet, a magyarságtudat, a honvédelem ügyének erősítése. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek a tagegyesületei fognak szerepelni a csatajátékon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy 48-as kórhű arcászati bemutatót varázsolunk ide, tehát olyan, mintha egy igazi csata lenne, tehát ez egy fiktív csata bemutató. Mind a három hadnem, tehát a lovasság, a gyalogság és a tüzérség szerepelni fog a csatában. Itt a lovasságot a Tolna megyei huszárbandérium, a rádi bandérium fogja kiadni. 5-5 lovas lesz mindkét oldalon, tehát a honvéd és igazából 5 huszár és 5 vértest kell elképzelni, akik külön is fognak egymással harcolni, illetőleg gyalogság ellen is fognak, illetve a parancsnokok pedig pár viadalt fognak vívni. 3-3 ágyú lesz mindkét oldalon. A tüzérség létszám nagyjából 20 fő lesz összesen. Ezek az ágyuk összesen 60 lövést fognak leadni, és lesz 21-2 robbanás is, ami egy ilyen robbanás imitáció, de nagyon látványos lesz. Tehát a gyerekek, akik ilyet nem láttak, egy igazi 48-as csatába fogják érezni magukat. A gyalogság pedig körülbelül 30-30 fővel fog részt venni, hogy ők elöltöltös puskával fognak pirotechnikai töltettel manipulálni, tehát teljesen ugyanolyan lesz, mint egy igazi csatába. Sortüzek lesznek, szuronyharc lesz, különböző harcászati elemeket fogunk bemutatni, de az egész csata egy nagy toborzóval fog indulni, egy 48-as toborzóval, ahol lesz egy huszár verbunkos tánc, Bartina néptánc együttessel közösen fogjuk ezt a toborzót megmutatni, és ezt a toborzót fogják megzavarni a császári előrsök, és ebből fog kialakulni egy csata. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség több mint 100 tagegyesületet képvisel. Tavaly volt a 30 éves évfordulónk. Nagyjából el lehet képzelni, hogy ez a 100 tagegyesületnek mindegyiknek 20-30 hagyományőrzővel rendelkezik, tehát egy komoly nagy létszámot koordinálunk. Ez nem csak érdekvédelmi szervezet, hanem kiképzéseken keresztül felkészítünk egy minősítő vizsgára minden csapatot, a saját korszakába, a saját hadnemébe, tehát itt alaki és küllemi vizsgát kell tenniük, történelmismeret van, felszerelési ismeret és harcászati vizsgát is, tehát mindig hagyományőrzőnek célja az, hogy a saját korszakáról nem csak beszélni tudjon, hanem ismerje a fegyvereket, tudja működtetni ezeket, és az eredeti szabályzatok szerint nézzen ki az egyenruhája, és úgy is mozogjon. Tehát egy koszorúzást például a 48-as alaki szabályzat szerint állítunk össze, és ebből le is kell vizsgázni. A szövetség 91-ben jött létre, amikor be lett jegyezve, de igazából tavaly ünnepeltük a 30 éves évfordulót. Akkoriban huszárszövetségként jött létre, és később kapta meg a katonai kifejezést, amikor a gyalogság és a tüzérségi csapatok is részt vettek benne. Ugye elsősorban 48-as csapatok vannak, de most már van a honfoglalás korszaka, a lovakkor, a végvári korszak, illetőleg a napóleonkori császári sorgyalog hagyományőrzők, illetőleg a monarchia és a horti korszak, tehát ott pedig a világháború korát is eljátsszuk. 29 évvel ezelőtt rendeztek először angol nyelvű műfordító versenyt a Szekszárdi első Béla gimnáziumban. A hagyomány azóta sem szakadt meg, sőt, jó néhány esztendeje már nem csak Tolnából, hanem Somogyból is szép számmal érkeznek nevezések. Közel 3 évtizede már, hogy először adott otthont a Szekszárdi első Béla gimnázium a most is megtartott angol műfordító versenynek. Abban az évben, amikor én ide kerültem, akkor lett Tolna Somogy megyei a verseny, és lelkesen jött egy Somogy megyei intézményből egy diák, hogy versenyezzen velünk, és annyira megtetszett nekik, hogy következőben rögtön már 4 Somogy megyei intézmény is jelen volt, illetve a POK és támogatja a rendezvényünket, ők is jelen vannak most, és a POK képviseletében
Szende Gabriella és Vajda Ivett, akik a versenyszervezéssel foglalkoznak, őket is a vendégeink sorában üdvözölhetjük. Az idei tematikát a 20. századi tudomány és művészet adta. A művészetek hogyan hatottak rájuk, hogyan hatnak most a gyerekekre a művészet, zene, képzőművészet, most is a kikapcsolódásuk fontos része, anélkül szerintem el se tudnák képzelni az életüket, ahogy például a videójátékok nélkül, ami szintén ugye a 20. században gyökerezik. Erről szól a verseny, hogyan látják ezt a 20. századot a mostani gyerekek. Vannak olyan prezentációk, amik egy kicsi történeti áttekintést adnak, van, aki kiragadott egy művészeti korszakot, vagy egy művészeti elemet, van, aki azt mondta, hogy ő arról szeretne beszélni, hogy milyen fontos találmány volt az, ami az ő életére személyesen nagy hatást gyakorolt. A megmérettetés során a diákoknak egyrészt egy hagyományos műfordítást kellett elkészíteniük, ezt követően pedig az általuk választott témáról közönség előtt idegen nyelven prezentáltak. Azért népszerű ez a verseny, mert én másodszor vagyok itt egyébként, és azért népszerű szerintem, mert kezdeném azzal, hogy hogyan fogadnak itt minket. Nagyon-nagyon kedves fogadtatásban van részünk. Végig én egy nagyon pozitív hangulatot érzek itt, ami szerintem nagyon fontos, nem csak a felkészítő tanároknak, hanem a gyerekeknek is. Fesztelenül lehet itt sétálni, fesztelenül lehet eszegetni, iszogatni a szünetekben, beszélgetni, és én úgy gondolom, hogy ez az oldott hangulat is vonzóvá teszi ezt a versenyt. És természetesen az, hogy az első része a feladatnak egy műfordítás, ami egy kihívás a diákoknak, egy nem könnyű szöveg, amit valljuk be őszintén azért nem sokszor kerül sor a tanórákon, és ez a második része, ami bizony félelmetes kicsit, félelmetesnek tűnik az elején, de szerintem annál jobb érzés, mikor valaki előad és befejezte, és azt mondhatja, hogy na, én ezt most megcsináltam. A fiatalok előadásainak csak a képzeletük szabott határt, a gyerekek idén igazán felkészültek voltak. Már előadtam a prezentációmat, mert az egyes voltam, a legelső, és egy PPT-vel készültem, ugye, és az volt a téma, hogy a 20. század és én. És akkor arról gyűjtöttünk információkat, hogy mi lehetne, és hát összeraktuk az előadást, összeraktuk, és hát megvolt. Beszéltem arról, hogy a filmek mikor jöttek be, beszéltem a zenékről is, és videójátékokról is megemlítettem őket, meg mi volt még? Az irodalomról is beszéltem, és így ezekről egy keveset, hogy beleférjen 3 perc 30-ba. A műfordító versenyen való szereplés igazi kihívás a legtöbb résztvevőnek. Nem könnyű ugyanis közönség előtt valamiről hitelesen beszélni, a fiatalok pedig éppen ebben szerezhettek itt jártasságot. A versenynek az üzenete, hogy a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy megmérettessék magukat. Fontos az, hogy kilépjenek a komfortzónájukból, és megpróbálják feszegetni a határaikat. Mi az, ami nagyon fontos nekik, mi az, amiben ők még tudnak fejlődni. Akár az írásbeli részen nagyon szeretik azt, hogy láthatják, hogy kipróbálhatják azt, hogy tét nélkül tulajdonképpen hogyan is teljesítenének mondjuk ők egy érettségi megmérettetésen, és nagyon jó dolog azt látni, hogy adott esetben a fordítással, akik foglalkoznak, azok azért többnyire visszahúzódó gyerekek, hogy hogyan nyílnak meg a második részben, és hogyan tudják előadni a saját gondolataikat. A verseny szervezésében és lebonyolításában az első a diákjai is részt vesznek. Nekik ugyancsak komoly kihívás ez, ugyanis ők konferálják fel az egyes előadásokat természetesen angol nyelven. Tavaly arra emlékszem, hogy így jobban izgultam, mint most, és eddig is minden rendben ment, meg tavaly is, és így egyébként sokkal egyszerűbb, hogy már van egy ilyen múltbéli esemény, ami tavaly volt, arra is emlékszem, és tudom, hogy mi fog így történni, szóval most annyira nem izgulok, de már gyakoroltunk együtt a teremben, így beálltunk a többiekkel, meg otthon is tanultam a szövegemet, és teljesen meg is tanultam. És erre már készülünk egy ideje. A résztvevők és a szervezők közül többen már visszatérőknek számítanak. A fiatalok ugyanis a 9. osztálytól kezdve egészen végzős korukig mérettetik meg magukat. Én itt az iskolában ismerkedtem meg ezzel a versennyel, és most már második éve veszek részt benne.
Az egyik tanárom hívta fel a figyelmemet, hogy kipróbálhatnám magamat ebbe a versenyben, és az első fordulója ennek az volt, hogy egy angol nyelvű szöveget kellett magyar nyelvre fordítanunk, és nagyon örültem, amikor továbbítottam, és akkor tudtam meg, hogy a következő fordulóban egy szóbeli prezentációt is kell adnunk, ami még jobban felkeltette az érdeklődésemet, mert szeretek megnyilvánulni szóban akár mások előtt is, és nekem ez boldogságot tud adni, hogy prezentálhatok mások előtt. Az én előadásom egy 20. századi feltalálásról szólt, a kontaktlencséről, és hogy én hogyan jutottam el a szemüveges léttől a kontaktlencsés létbe, és hogy ez milyen nehézségekkel járt gyerekként, és hogy miért váltottam, és hogy most milyen előnyei vannak ennek. A zsűri tagjai szerint idén a mezőny kifejezetten erős volt, a diákok rendkívül felkészülten vágtak neki a versenynek. Én voltam már olyan éppen, amikor nem volt ennyire magas a színvonal, és a zsűri munkája nem is könnyű, mert nagyon sokszor a 10 pont közelében válogatunk ugye a különböző kategóriák között. Nagyon jól felkészült, nagyon jó diákjaink vannak. Az idei versenyre 5 Tolna és 6 Somogy vármegyei középiskola diákjai neveztek, összesen 93 pályamű érkezett be a megadott határidőre. Ebből választották ki gondos pedagógusok a 17 legjobbat. Hagyományteremtő szándékkal hirdette meg a Szekszárd mindenkor fotópályázatot a 7100 a Városod Egyesület, melynek célja, hogy az alkotók lencséjükön keresztül egyedi látásmóddal mutassák be a település természeti és épített örökségét, az itt élők ünnepeit és mindennapjait, mindazt, amire büszkék lehetünk a Tolnai Vármegye székhelyen. A 7100 Városod Egyesület tavaly télen hirdette meg fotópályázatát, hogy amatőr és profi fényképészek lencséiken keresztül egyedi látásmóddal mutassák be Szekszárd természeti és épített örökségét, az itt élők ünnepeit és mindennapjait, mindazt, amire büszkék lehetünk Tolna Vármegye székhelyén, mondta el a szervezet elnöke. A 7100 a Városod Egyesület már évek óta jó szívvel áll, jótékony, karitatív kezdeményezések mellé mögé. Több rendezvény kapcsán működtünk együtt a tavalyi évben is különböző szervezetekkel. Együtt működtünk a Babics Kulturális Központtal is, tudván azt, hogy nehéz gazdasági helyzetben volt a város, illetve az intézmény. Mi pályázat kapcsán jutottunk forrásokhoz, ezáltal pedig úgy éreztük, hogy kötelességünk, hogy támogassunk városi rendezvényeket is közvetett módon, így a szüreti napokat sikerült ott például a Human Brass Band koncertjét tudtuk támogatni. Tartottunk tréninget fiataloknak is, Manhaldóra tréner vezetésével teljesen térítésmentesen jöhettek, illetve Mikulás futást szervezett szintén a Babics Kulturális Központ, illetve a Mikulás ünnepséget is meg tudtuk finanszírozni, ott a Hangszerelem stúdiónak a koncertjét. A mai eseményünk az pedig a Szekszárd mindenkor fotópályázat kapcsán volt. Eredményt hirdethettünk két kategóriában, táj és épített, illetve természet kategóriában 3-3 nyertest tudtunk díjazni. A természet és táj kategóriában Pálfi Leila nyert, második lett Király Péter, a harmadik helyen pedig Retkes Tamás végzett. Az épített és tárgyi örökség kategóriában Ruip Gergő nyert, Homoki Nikolett és Makovics Kornél előtt, aki a villámokkal megvilágított Mausz kápolnával érdemelt ki elismerést. Látom a Facebookon, hogy lehet pályázni, és hogy szexádi képekkel. Hát én szexádon fotózok, úgyhogy rengeteg szexádi képen van. Választottam egy viszonylag nehéz témát, ez a Mausz kápolnára esett a választás. Nagyon szép egyébként a környezet, meg maga a kápolna. Ez azért nehéz, mert mindenki fotózza a kápolnát, mert szép helyen van, szép környezetben, nagyon sok ember megfotózza külön mindenféle formában. És én egy viharba kimentem és megfotóztam úgy, hogy a villámos képek lettek, vagy hát villám lett a háttér.
A fotó egyébként hosszú záridővel, állvánnyal készült egy szeptemberi viharos napon, és azért, hogy a kápolna jól látszódjon, az alkotó egy erős zseblámpával világította meg az épületet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!